A Föld napja alkalmából és a TESZET kampányhoz kapcsolódva 367 helyszínen több ezer közutas munkavállaló 350 tonna szemetet gyűjtött össze a közút, az utak és pihenőhelyek környezetében, közölte a Magyar Közút Nonprofit ZRT a Karcak televízióval. A Magyar Közút Nonprofit ZRT az országos 32 ezer kilométeres közúthálózathoz tartozó területeken egészében folyamatosan ütemezetten végzi a személygyűjtési munkákat. Általános tapasztalat, hogy az országos közutak menti pihenőhelyeken található, az utazás során képződő kis mennyiségű hulladék gyűjtésére szolgáló konténerek kukák mellé gyakran helyeznek ki bútort, hűtőt, háztartási hulladékot és főleg erdős területen illegálisan kidobott sit, elektronika de akár veszélyes hulladékot is írják a közleményben. A társaság 95 mérnökségének szemétszedési tevékenysége során évente egy kisebb megyeszékhely éves kommunális hulladékának megfelelő mennyiségű szemetet gyűjt össze az országos közutak mellől. Ez évi egy 1,5 milliárd forintos terhet jelent a cég számára. Amíg a közútkezelő erőit ezek a munkák kötik le, kevesebb forrást tudnak fordítani az utak üzemeltetésére és fenntartására, emelték ki. A magyar közút a járványhelyzet okozta szünet után azért tartott az idén már két akciónapot is, hogy felhívják a figyelmet a teremtett környezet védelmére, szemléletformárásra ösztönözzék a tiszta Magyarországért.